Az Úr legyen veletek. És a te lelkében. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Jézus megígérte nekünk a Szent Lelket, aki minden nap az egyházban a legnagyobb csodát végbe viszi az egész földön, átváltoztatja a Szentlélek a kenyeret Krisztus testévé, a bort Krisztus vérévé, és a bűnbánó embert pedig átváltoztatja szenté. Nyilván az eukarisztia átváltoztatása az nem azért van, hogy pusztán itt legyen a világban, hanem azért, hogy bennünk egy ugyanolyan változást vigyen végbe. A Szentmise egyik könyörgése így is fogalmaz, ha jól emlékszem, az adventi időszakban van egy ilyen imádság a Szentmise könyörgései között, hogy az a változás, ami végbe megy a kenyér és a bor színe alatt, az bennünk is történjen meg. Fölfoghatatlan ez a titok, hogy mit jelent ez, de azt mondja Jézus, hogy majd az igazság lelke elvezet minket a teljes igazságra, majd a Szentlélek eszünkbe juttatja Jézus szavait. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy az én szavaim lélek és élet. Jézus Krisztus szava, az evangélium, ahogyan elhangzik és bennünk hitet ébreszt, ez a Szentlélek működése bennünk. Nem tudjuk persze pontosan, de én magam is olykor észreveszem, hogy miközben olvasom a Bibliát, vagy hallgatom fölolvasva a hangos könyvben, egyszer csak egy szó, egy mondat, egy gondolat, egy érzés Isten szavából úgy egészen erőteljesen magmozgat, magérint. Szinte már azt mondhatnám, hogy tényleg úgy érzem, hogy azt az egy mondatot, vagy ezt a szót, azt most nekem mondja az Isten. Személyesen nekem. Így hallgatom, ezzel a figyelemmel, hogy újra és újra átéljem ezt a csodát, hogy Jézus szava számomra is lélek és élet. Ugyanakkor Jézus azt is mondja, hogy a test nem használ semmit.
megdöbbenünk ezen a kifejezésen, hogy mit akar ezzel mondani, hiszen állandóan azzal vagyunk szinte elfoglalva, hogy a testünket tápláljuk, hideg van, milyen ruhát vegyünk föl, kemény az ágy, kicsit puhább legyen, állandóan a testünkben vagyunk, nem tudunk olyan életet elképzelni, ami ne a testünkben történne. Amikor Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit, akkor ezzel nem a fizikai, magfogható, biológiai lényünket akarja lebecsülni, hanem azt mondja, hogy mindaz, ami a Szent Lélek nélküli, mindaz, amit az életünkben nem adtunk át a Szent Léleknek, az nincs a Szent Lélek kezében, azáltal a Szent Lélek nem tud a világban változást, életet elindítani. Természetesen például a testünkhöz tartozik, hogy vannak hangszálaink, tüdőnk, tudunk beszélni, kimondom a szavakat, tehát ahogyan a szavak által élet, változás, erő történik, ez is a testhöz tartozik bizonyos értelemben. Az a test nem használ semmit, amit nem adunk át a Szentléleknek. Amiben valahogy úgy magtartjuk, ragaszkodunk ahhoz, hogy hát ez az enyém, ebben ne szóljon bele az Isten, ebben ne mondja meg, hogy hogy lenne jobb, hogy kéne másképp. Gondoljunk csak bele, hogy a karóránk kifejezi az időt, milyen nehéz sokszor az időnket átadni Istennek, hogy most, Uram, ez az idő a tied, itt vagyok. Persze kicsit ilyenkor azért úgy becsapjuk magunkat, mint hogyha a többi idő az nem lenne az Istené. Valójában mind a 24 óránk az Istené, nem csak az imádságra szánt, tiszta, minőségi idő. No tehát, vegyük észre az életünkben azt, hogy az, ahol még nem engedtük, hogy uralkodjon a Szentlélek, ahol még nem hagytuk, hogy ő beleszólhasson, ott valójában, amit mi csinálunk saját erőnkből, az nem használ semmit. Délelőtti misén a Szent István templomban egy nagyon mély, nagyon érzékeny, nehéz témáról beszéltem. Most nem akarok itt is erről hosszabban beszélni, csak magámlítom ezt a témát, ami mindannyiunk számára nyilván egy nehéz téma, ez az abortusz. És azon gondolkodtam most is a Szent Mise előtt, hogy így imádkoztam, hogy ha utána nézzünk a statisztikáknak, az adatoknak, hogy tényleg milyen nagy mértékben történik ez a világban. A Böjte Csaba atya egyszer azt mondta most néhány hónappal ezelőtt, hogy amennyi migráns egy nap alatt bejön Európába, talán egy nap 5-6 ezer is, annyi abortusz történik Európában egy nap alatt. És akkor ezt a két számadatot egymás mellé állítva azt mondta, hogy hát tessék, itt a válasz, hogy ha mi így bánunk a gyerekekkel, a magzatokkal, akkor Isten majd a történelmet alakítva másokat helyez a helyükre itt Európában. Nem akarok ebben hosszabban belemenni, csak úgy gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet leállítani ezeket a folyamatokat. Ki képes erre? Mit tegyünk? És ahogy úgy elébe néztem ennek a fölmérhetetlenül nagy jelenségnek és eseménynek, úgy tényleg úgy hátraestem, hogy Uram, én ebben nem tudok semmit tenni, csak a legfontosabbat imádkozni. Hogy Uram, Te hatalmas vagy, minden fölött. Te meg tudod ezt állítani.
Te mag tudod ezt változtatni. Te vagy az, aki a történelmet mag tudod változtatni. És én ebben hinni akarok. Bármennyire is nagy problémákat látunk, vagy számolunk, vagy mérlegelünk, Isten mag tudja ezt változtatni. Ugye tegnap este volt a Márton Áron püspökről ez a ragyogó előadás a Szent István templomban, biztos közületek is többen hallgatták ezt, és többek között arról is szó volt ebben az előadásban, hogy 50-es, 60-as években bezárták a papokat a börtönbe, a Márton püspököt is, és akkor még 50 évvel ezelőtt vajon gondolták volna-e azok a hitvalló, vértanú papok és világi hívők is, biztos sokan a börtönökben szenvedve, gondolták volna-e, hogy néhány évtized múlva akkorát változik itt a történelem, hogy a magyarok építhetnek majd templomot, iskolát, milyen sok első áldozás van, szabad vallásgyakorlás van, szabad magyar nyelvhasználat. Nyilván biztos, hogy én nem látom át ezt, és hogy mennyi mindenben lehetne még fejlődni, hogy még sokkal jobb legyen. De most gondoljunk bele, hogy mekkorát változott a világ, hogy most nincs már olyan üldözés, mint ami az 50-es, 60-as években volt. Azoknak a papoknak, püspököknek és világi hívőknek a kitartása, imádsága, áldozatvállalása megváltoztatta ezt az országot jelentős mértékben. És ugyanígy lehet, hogy ma még mi nem tudunk elképzelni valamit, hogy az megváltozhatna a világban. Azt mondjuk, hogy hát az mindig ugyanolyan lesz, mint volt. De ez nem igaz. Az imádság, a szeretet, az áldozatvállalás, az Isten kegyelme mindent meg tud változtatni. És most, hogy ne ilyen nagy általánosságokban beszéljünk, ki gondoljon esetleg a saját családtagjára, vagy a szomszédjára, vagy önmagára, mindannyiunknak vannak olyan terhei, amikre azt mondjuk, hogy hát fölteszem a kezemet, a legnagyobb erőfeszítéssel se tudom a legkisebb dolgot se ebben megváltoztatni. Gondoljunk például egy alkoholistára, ez egy súlyos betegség, vagy másfajta betegségekre, vagy munkanélküliségre. Hát lehetne sorolni holnap röggelig a problémákat, de ne a problémákra fókuszálva, koncentrálva mondjuk a problémát, hanem úgy, ahogy ezek a szent életű elődeink, akik nálunk valószínűleg sokkal élesebben érezték a problémák súlyát, mert nagyobbak voltak akkor, ők se azt mondták, hogy hát jó van, vége, kész, akkor adjuk föl, itt már nincs értelme még imádkozni se, hanem azt mondták, hogy igenis Isten hatalmas. Jézus azt mondja, az én szavaim lélek, és élet. A test nem használ semmit. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az életünkben a test, az azt jelenti, hogy olyan területek, amikre azt mondjuk, hogy hát azért már imádkozni sincs értelme. Na most, amikor ilyesmit gondolunk, érzünk, vagy ilyen félelemmel tekintünk egy területre az életünkben, akkor az a test az, ami nem használ semmit. De hogyha az ilyen nehéz területekre úgy tekintünk, hogy Jézus szavának erejével, hogy igenis az életnek ezen a területén is kimondom Isten szavát, kimondom Isten biztató igéjét, hogy ne féljetek, Jézus Krisztus az Úr, akkor ott el fog kezdődni a változás. Ezért egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos imádság, és ez nem csak egy ima forma a többi között, hogy 100. ima után a 101. ima, de hogy a lényege minden imádságnak ugyanaz kell, hogy legyen maga te akaratod.
amikor azt mondom, hogy legyen maga te akaratod, ezt mondom Istennek, akkor az nem azt jelenti, hogy hát beletörődök a rossz dolgokba, hogy az már úgy is olyan marad, Isten is úgy akarja. Isten akarata nem rossz. Isten akarata a legjobb. És amikor azt mondom, hogy legyen maga te akaratod, akkor mondjuk végig a mondatot, amint a mennyben, úgy a földön is. Isten akarata a mennyben tökéletesen megvalósul. Ott senki nem áll ellen. Ott minden jó, ahogy írja a jelenések könyve, hogy Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Nincs többé fájdalom, nincs többé szenvedés. Ez van a mennyben. És amikor azt imádkozzuk, hogy legyen maga te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert a földön nincs meg mindig az Isten akarata. A földön még a gonosz léleknek van egy kis ideje, hogy bennünket kísértsen. Isten még a történelem végét még nem zárta le, még van időnk arra, hogy változzunk, akár rosszabb irányba is. Hát vannak olyan emberek, akik még gonoszabbak lesznek. Vannak, akik még szentebbek. Tehát még itt a földi világban a gonosz lelkek, az ördögök még kaptak egy kis időt, hogy az embereket kísértsék. De ugyanígy mi is, akik hiszünk, kapunk időt, hogy az imádság erejével megváltoztassuk ezt a világot. Tehát arra akarlak bátorítani bátokat, amit úgyis tudtok, csak mindig jó ezt újra hallani, hogy igenis az imádságban Isten akarata megvalósul, semmitől nem kell félni, dicsőíteni kell az Istent, és bármilyen nehézségekre gondolunk, akkor mondjuk ki azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus Krisztus az Úr a beteg gyermek fölött, Jézus Krisztus az Úr egy alkoholista házastárs fölött, Jézus Krisztus az Úr egy meddőség fölött, ahol nem akar születni gyermek valami miatt, Jézus Krisztus az Úr a munkanélküliség fölött. És hogyha ezzel a hittel imádkozunk, hogy Jézus Krisztus az Úr, hiszen ő a halál győzte le, nem egy lóversenyen győzött, nem egy lovat győzött le egy másik lóval, Jézus Krisztus a halált győzte le, egyszer s mindenkorra föltámad, él, itt van köztünk. Ha Jézus legyőzte a halált, már pedig legyőzte a halált, akkor minden mást is legyőzött. Hiszen aki a legnagyobb ellenséget legyőzi, az a kisebbeket is legyőzi. Gondoljunk bele, csak egy egyszerű hasonlat, van egy boxoló, aki legyőzi a világbajnokot, hát akkor aki legyőzte a világbajnokot, az az új világbajnok. Nem kell már az összes boxolót a világon egyesével legyőznie, nincs is arra ideje, de ha a legnagyobbat legyőzi, akkor mindenki más tudja, hogy most van egy új legnagyobb. Jézus Krisztus maga az élet. Azt mondja magáról, én vagyok a föltámadás és az élet. És ezért bármilyen problémával nézünk szembe gyerekeknek, mondom, hogy kicsit butácska vagy matematikából, vagy nem vagy olyan erős, és lefutnak a többiek tesi órán, kisebb vagy nagyobb problémákkal, ha szembenézünk, mindig a szívemben mondjam azt, hogy tied a dicsőség, Uram, legyen maga te akaratod, te nagyobb vagy, mint ez a probléma, te majd megmutatod, hogy hogyan tovább. És ez a nagyon fontos változás a fejünkben, hogyha látunk egy problémát, akkor ne azt mondjuk, hogy miért van ez, hanem azt, hogy hogyan tovább. Most egy picit csöndben adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztus az Úr az életünkben a nehézségek fölött, és már most örömteli reménnyel tekintsünk előre, és a szívünkben itt most gyűjtsük az örömet, a reményt, hogy az a terület, amit most még reménytelennek látunk, ott is Jézus Krisztus majd biztos, hogy hozni fog valódi változást.
Amen.